Kedves nézőink, most pedig a bakonygyepesi búcsúba kalauzoljuk el önöket. A nyár vége, akkor bakonygyepesi búcsú. Pék Attila, milyen rendezvényekkel, illetve programokkal váltátok a résztvevőket és látogatókat? Így van, Bakonygyepesen nagy boldog napját ünnepeljük augusztus 15-én, és nyilván a rákövetkező vasárnapi napon tartjuk a búcsunkat. Ugye ez minden évben az ünnepi szentmisével kezdődik, 10 órakor volt a szentmisénk. Aztán délután nyilván mindenkinek ünnepi vacsora, ilyenkor hazaérkeznek a bakonygyepesi vendégek, és akkor kezdődik délután a főtéren a programunk, a programsorozatunk. Itt elsőként a Rudi Bohóc volt, egy kútból húzott mesék címmel. Itt nyilván a gyerekeket céloztuk meg, hogy a kisgyerekek tudjanak szórakozni ilyen szempontból. Aztán később kezdődött Szikra László stand-up comedy műsora, egy humorista előadása, aki nagyon jó kis programot adott. Aztán később Kós János és Dékány Sarolta lépett fel. Hát igazából ők voltak a mai nap sztár vendégei. Aztán a vendégeink után a Pulzus Együttes játssza a mai búcsúi rendezvényeket, a búcsúi bált. Ezt a bakonygyepesi búcsút, nyilván ez a búcsú 100 évvel ezelőtt kezdődött, ugye a templomnak a búcsújáról beszélünk, azonban a mai formáját 12-3 évvel ezelőtt vette fel. Azóta próbálunk Bakonygyepesre minden évben pesti vendégművészeket is hozni, nyilván a helyi tánccsoportok is fellépnek azért. Azért szoktam bemutatkozni, Hajas László vagyok, nem ez volt, ennél jobb poénok is lesznek, Szikra László vagyok, mert így a fejem miatt össze szoktak keverni híresebb hazai celebekkel, pedig nem értem, megfordulnék. Tessék megnézni a fejemet, hogy néz ki. Tehát anyám szokta mondani, hogy fiam, neked olyan tojás fejed van, hogy a madár nem leszarja rá, hogy kiköltse. Szikra László, humoristát kérdezzük, hogy tetszett a bakonygyepesi közönség? Jó. Szerintem nem volt úgy gond, láttam, hogy néha felsziszentek, főleg ugye én előszeretettel beszélgetek, vagy beszélek az idősebb korosztályból, nem tiszteletlenségből, hanem inkább tiszteletből, aztán volt, hogy néha láttam, hogy a nénik picit felsziszentek, de úgy érzem, hogy vették. És árulnád a nézőknek, hogy mennyit készülsz egy előadásra, vagy csak spontán az egész? Ilyenkor, amikor olyan helyre megyek, ahol nem léptem még föl, akkor nem készülök előre, hanem elkezdem, és ahogy jön, próbálom olyan irányba terelni, amit úgy jobban vesznek ugye a közönség, úgyhogy ilyen helyekre nem, ahol persze, hogyha olyan helyre megyek, ahol már többször voltam, akkor arra odafigyelek, hogy ne ugyanazt a műsort adjam, tehát olyankor készülök. Micsoda leszeli nagyok, amikor egy magam vagyok, nézem a targa utca lázas egy mosát. Ilyenkor halkan dúdolok, talán egy régi dallamot, miközben úgy lesem a házok ablakát. Ilyenkor minden érdekel, ilyenkor mindent látni kell, nevető arcok, néma harcok árjazók. Néha tehátra fordulok, amit egy tűsorok kapok, ennyinek egyet, aztán hogy tovább az út. Én azt gondolom, hogy azért az időjárást nézve egy kicsivel talán kevesebbre számítottam, hiszen mindenki megijedt a mai időjárástól, viharokat vártunk egész napra, de én azt gondolom, hogy ha itt körbenéztünk a területen, szép számmal összejöttünk, sőt, jöttek még a szomszéd falvakból is. Tehát én azt gondolom, hogy nem ijesztett el senkit, és egész jól sikerültek az eddigi programok. Bízom be, hogy a további búcsúi bálba is sokan itt maradnak.